Jó reggelt kívánok, kedves nézőink! Változik időjárásunk, és ne az eddig tapasztalt enyhébb, naposabb időből induljunk ki, például az öltözködés terén, de nem csak a melegebb ruhákra, akár az esernyőkre is szükség lehet. Egy hideg front érte el térségünket, markáns front, amely például a hétvégére már hidegebb időjárást hoz. Egyébként erősen felhős lesz az ég, majd délután észak felől határozottabban csökkenhet a felhőzet, a nap folyamán viszont többfelé kell számítani. Számítanunk esőre, záporra, a magasabban fekvő helyeken, a hegyekben és északkeleten, akár havas eső, havazás is lehet, és a szél is északnyugatira fordul, megerősödik, egy-egy viharos széllökés is előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet az északi tájakon már inkább csak 5 fok közelében alakul majd, magasabb értékre, 10 fok feletti csúcsra, a déli tájakon ugyan még számíthatunk, de a folytatásban már sokkal hidegebb idő lesz. Vasárnapra viradóra néhol akár -8-10 fokot is mutathatnak a hőmérők, és a következő napok maximumai sem lépik majd át a 10 fokot. Ugyanakkor azért napsütésben lesz részünk, szárazabbra, csendesebbre fordul az időjárás jövő hét közepéig, ugyanis ismét magas nyomás alakul ki a Kárpát-medence felett. Kellemes napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra!